A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége a színházművészeti tagozat felterjesztésére művészi munkája elismeréseként életúddíjban részesítette Vándorfi Lászlót, a Pannonvár Színház igazgatóját. Az alkalomból az igazgató nyilatkozatot tett közé, ami így hangzik. Gyakran mondják a színházról, hogy a művészet temploma. A színház valóban szakrális élmény, de profán szertartás, mely szellemi és érzelmi szabadságunkról szól. Két dolgot sugal, az utóbbi másfél évben megélt félelem ellen szól, azt hirdeti, mint a nagyművek általában, ne félj. A másik, hogy hit nélkül nem lehet. A színház esetében a hit az esendő testi fizikai valóságunk fölötti eszmények világát jelenti, melyet valamennyien szeretnénk megtapasztalni. A halleluja azoknak szól, akik tartották bennünk a hitet, akikben megmaradt az igény az eszmények iránt, akik estéről estére létrehozzák a színház csodáját, a színészek és a közönség kreatív együttlétét.